holokauszt mártírjai és hősei emléknapot a héten tartották Izraelben, és hamarosan újabb nevezetes ünnepnapok jönnek az országban. Az emlékezés napja, valamint Izrael függetlenségének a napja is lesz. Kérdés, hogy mennyire telnek majd nyugodt körülmények között ezek a napok, hiszen ugye az elmúlt időszakban több merényletet is végrehajtottak Izraelben, összetűzések is voltak a palesztinok és izraeli biztonságiak között, nemrég pedig Libanonból is rakétát lőttek ki észak-izraeli területekre. Vendégünk a témában is vonalban van, Megyeri Jonatán, a neokon.hu főszerkesztője. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Mit gondol ezek az utóbbi időszak erőszakos megnyilvánulásai, cselekményei, mire vezethetőek vissza, milyen okok húzódnak meg mögöttük? Nagyon nehéz mindig, főként amikor olyan cselekményekről van szó, olyan terrorcselekményekről, amelyeknek az elkövetői nem mindig fedik fel a motivációjukat. Ugye itt arról van szó, hogy az elmúlt mondjuk körülbelül 3-4 hétben, most már eltelt körülbelül 2 hét azóta, mióta nem történt gyilkos terrormerénylet. Igen. 4 terrormerényletben 14 izraeli vesztette életét. 14, egyébként nem csak zsidó izraeli vesztette életét. Az egyik terrormerényletben, és ugye az egyik, amely talán a legnagyobb visszhangot kapta, az Tel Aviv belvárosában volt, tehát az abszolút szórakozó, a Dizengoff utcán, ami a legforgalmasabb, nem tudom, Tel Aviv Váci utcája. Uh-huh. Tehát volt egy terrormerénylet, ahol az iszlám állam vállalta föl az elkövetést, ami azért furcsa, vagy azért rendhagyó, mert az iszlám állam eddig még Izraelben nem, vagy legalábbis nagyon régen nem folytatott nyílt tevékenysége. Igen. Ugye ezt követte, hogy ön is említette, zavargás a Templomhegyen. Ugye mindig, amikor megkezdődik a Ramadán, olyankor Izraelben a biztonsági erők fokozott készültségbe vannak. Uh-huh. Ugye idén egybeesett a három nagy monoteista vallás, jelesül a zsidó Pészáh, a keresztény húsvét és az iszlám Ramadán ünnepe, tehát ez egy nagyon felfokozott hangulat. És hát nem is volt provokációtól mentes, a Templomhegyről kövekkel dobáltak siratófalnál imádkozó zsidókat, turistákat. Uh-huh. Az izraeliek, biztonsági erők nagy erőkkel bevonultak a Templomhegyre, hogy rendet tegyenek. Ugye ez mindig felborzolja a kedélyeket arrafelé. Tehát tulajdonképpen ez is van. És ahogy helyesen említette, tegnap volt a Yom HaShoah, a holokauszt áldozatainak izraeli emléknapja. Jövő héten lesz Yom HaZikaron, az elesett katonák, Izrael államért elesett hősök emléknapja. Utána rögtön Yom HaAtzmaut, a függetlenség napja. Tehát megint egy ilyen időszakot élünk. Igen. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi lehet az összefüggés ezek között, az esetek között, de éppen tegnap jelentettünk meg egy írást, egy arab keresztény közel-kelet szakértő tollából, uh-huh. aki tulajdonképpen azt állítja, és ez valószínűleg nem ördögtől való gondolat, hogy nem tudom, hogy mennyire került el a magyar közvélemény figyelmét, de 2 hónappal ezelőtt volt a Negev sivatagban, Izraelben egy fontos csúcs találkozó, ahol az Ábrahám egyezményeket aláíró arab országok külügyminiszterei, plusz az izraeli külügyminiszter, illetve az amerikai külügyminiszter Anthony Blinken is jelen volt, uh-huh. ahol különböző fontos regionális együttműködési kérdésekről, biztonságpolitikai kérdésekről egyeztettek a felek. Igen, ugye a cikk azt írta, hogy egy mini NATO-t terveznek ezeknek létrehozni. Egy mini NATO-t, pontosan, nagyon felkészült, hogy igen, egy ilyen mini NATO... Olvastam a cikket. Egy ilyen mini NATO-szerű képződményt készülnek. Ugye Izraelben rendkívül fejlett haditechnika van, az öbölmenti államoknál meg sok pénz is van, úgyhogy szokták mondani angolul, your brains and my beauty, tehát hogy itt minden együtt tud állni ahhoz, hogy az együttműködés jó legyen, és hát a közös fenyegetettség, ami összetartja tulajdonképpen ezeket a nemzeteket, az közös fenyegetettség már pedig Iránból jön, uh-huh. hogy Irán ezt nem nézi jó szemmel, nyilván tudjuk, hogy az egyezmények aláírása óta nem nézi jó szemmel, és próbálja nem is sikertelenül, ugye, akkor tehát, hogy elindultak a Templomhegyi zavargások, akkor persze ezek az Izraellel most baráti kapcsolatot ápoló országok is
ugye el kell ítéljék, vagy abban a helyzetben vannak kényszerítve, hogy megdorgálják Izraelt, amiért, amiért fölmegy a templomhegyre, ami persze egy nonsens, hát hiszen az ország közepén van a templomhegy. Hát igen. Úgyhogy ez egy valami, hogy nem ők kezdték a provokációt. Ez nem is kérdés, tehát, hogy ugye ez úgy kell elképzelni ezt az egész nagyon furcsa helyzetet, mint hogyha a Budapest közepén lévő, nem tudom, Gellért-hegy, ahol történetesen én is lakom, ez egy olyan hely lenne, ahol a magyar rendőrség nem tud rendet tartani, rendőrség, katonaság nem szabadna, hogy rendet tartson, mert a Jordán, hivatalosan ugye a jordániaiak az őrzői ennek a területnek, Izrael ez tartozik, de hogy a Waqf, tehát, hogy a mindenkori iszlám, nem tudom, prefektushoz, aki ott kéne, hogy a rendre vigyázzon. De hát, hogyha nem vigyáznak, akkor muszáj közbelépni. De ezt el tudjuk képzelni, ezt a nonsens helyzetet, hogy a Gellért-hegyről mondjuk dobálnak köveket, nem tudom, az Erzsébet hídon. Magyar állampolgárokra, és akkor a katonaság ezt tölbetett kézzel kellene, hogy nézze. Hát ez egy elképzelhetetlen, igen. Ez egy nonsens szituáció. Úgyhogy Irán... Ez tényleg valószínűleg az olvasó, hallgató számára egy kicsit unalmas lehet, de tényleg az igazság, hogy Irán a motorja a nemzetközi terrorizmusnak, a finanszírozója a nemzetközi terrorizmusnak, a provokátora a nemzetközi terrorizmusnak, és az olyan proxy erőkön keresztül, mint a Dél-Libanonban működő Hezbollah, vagy a palesztin, mondjuk a palesztin dzsihád, meg az iszlám testvériség, tehát, hogy ilyen szervezeteken keresztül végzi a terrorista tevékenységét. És akkor valószínűsíthető, hogy ez a csúcs találkozó hát keltette életre, illetve indította be Iránt arra, hogy akkor itt ilyen provokációkat, támadásokat robbantson ki Izrael környékén, területén? Az én megítélésem szerint, ezt nagyon nehéz megítélni, de szerintem ez egy nagyon reális forgatókönyv. Az egészen biztos, hogy Irán áll a terrorakció mögött. Az, hogy ennek a idézőjelbe tett mini NATO-nak, vagy ennek a közel-keleti együttműködés, ez szúrja az irániak szemét, ez is teljesen biztos és érthető valamilyen szinten. Ugye, és hát ne felejtjük el, hogy ott van az iráni atomalkú, aminek a tárgyalásai, vagy a tárgyalási, ami Bécsben folytak az elmúlt, most már több hónapban, igen, megrekedni látszanak, ami azt gondolom egyébként köztünk legyen szólva, hogy ez jó hír, mert az alkú az egészen borzasztó lenne, hogyha visszaállna. Igen. Sőt, hát az Egyesült Államok olyan engedményeket is kénytelen lenne tenni, amelyek egyszerűen hallatlanok. De gondolom, ez elsősorban az orosz-ukrán konfliktusnak tudható be, hogy most ezzel annyira nem foglalkoznak. Talán annak tudható, hogy ezzel annyira most nem foglalkoznak, másrésztről pedig, hogy az Egyesült Államoknak egy külpolitikai siker, egy ilyen PR-fogás, az most nagyon-nagyon jól jönne, úgyhogy biztos, hogy a Biden kormányban dolgozó külügyesek, diplomaták, akik egyébként ugyanazok a diplomaták, akik az Obama kormány alatt még az Obama érában megkötötték az eredeti szerződést, amit aztán Trump elnök felrúgott, tehát hogy ők most biztos, hogy nagyon szeretnének felmutatni bármi áron valami sikert. Ez rendkívül veszélyes. Nem csak Izraelre veszélyes, és nem csak a Közel-Keletre veszélyes. Szerintem, amit a magyar hallgatók is kell, hogy most már nagyon jól érzékeljenek. Az, hogyha van egy háború, ha van egy konfliktus tőlünk akár több ezer kilométerre, az igenis érezteti a hatását nálunk is. Tehát nem lehet becsukni a szemünket, és nem úgy van ez, mint 300 évvel ezelőtt, vagy 500 évvel ezelőtt, hogy a franciák és az angolok harcoltak egymással, és abból a Magyarországon élők semmit nem éreztek. Hát ez a világ már elmúlt. Ez a világ már, pontosan, ez a világ már elmúlt. Hát Kelet-Ukrajna is jó messze van tőlünk, ahol a harcok dúlnak, és a mindennapjainkban érezzük, és sajnos sokkal keményebben fogjuk érezni ezeknek a hatásait. Az iráni atom kérdés, az a kérdés, hogy az a feladat, hogy Iránt meg kell minden áron akadályozni abban, hogy atomfegyverhez jusson, ez létkérdés, még egyszer, nem csak a közel-keleti országok számára, nem csak Izrael számára, és még csak nem is az Egyesült Államok számára, hanem itt Európa számára is, és az egész világ számára. Tehát annyira összeszűkült a világ, annyira közel kerültünk egymáshoz, annyira kiszolgáltatottak vagyunk gazdaságilag, igen, politikailag, ugye elég csak a menekültválságra gondolni, elég csak az olajárakra gondolni, tehát, és az olajárak legyűrűznek
tényleg mindenhova. Így van. Tehát nem lehet vége annak az időnek, hogy az emberek becsukhatják a szemüket, és azt mondjuk, hogy nem érdekel minket a külpolitika, nem érdekel minket, hogy mi történik a világ másik sarkában, mert olyan szoros a dominó effektus, hogy nagyon hamar mindenki a saját bőrén fogja érezni, nehogy Isten, a krízist. Abszolút, hát már most ugye a hétköznapjainkra rányomja a bélyegét ez. Hadd kérdezzem még a Naftali Bennett vezette kormánykoalícióról, hogy hogy állnak most, például ugye így az ukrán-orosz háború kapcsán, ugye azt láthattuk, hogy elején a Bennett próbált egy kicsit ilyen békítő, közvetítő szerepet betölteni több-kevesebb, hát talán inkább kevesebb sikerrel, és most mintha egy kicsit úgy visszább vonult volna ebből a szerepből. Ennek így mi lehet az oka? Igen, való igaz, és számomra nem tudom, nagyon érdekes is az, hogy Izrael vállalna és vállalt valamiféle közvetítő szerepet, ugye geográfiailag elég messze van a térségtől, uh-huh. és egy pici országról van szó, és mégis hát elég komolyan lett véve. Legutoljára az olasz külügyminiszter Lavrov mondta azt, hogy ő neki nincsen problémája sem az ukránokkal való párbeszéddel, sem pedig azzal, hogy ez Jeruzsálembe történjen, de hát az ukránoknak először teljesíteni kellene az oroszok követeléseit, amelyek hát mindenki ítélje meg maga, de hát azért nyilván nem fognak az ukránok arra csak úgy rábólintani. Én azt gondolom, hogy a realitás felismerése lehet az, ami miatt ez egy picit csöndben van, de fogunk erről még hallani, tehát ez nem egy lefutott meccs. Ugye a francia elnök is, aki most meg lett erősítve a hivatalában, ő is élen jár. Élen jár a próbálkozásban, ugye a török elnök is, Erdoğan, aki most egy újabb politikai fordulatot vett, és most egy Izrael barátabb politikát kezdett meg, szintén azért, mert felismerte a változó helyzetet a régióban, és Törökország regionális hatalmi pozíciójának a megőrzését, megszerzését igyekszik előítézni. Tehát itt semmi nem történik véletlenül, minden mindennel összefügg. Én azt gondolom, hogy fogunk még hallani az izraeli közvetítő szerepről. Uh-huh. Egyébként még ha egy érdekességet hadd említsek meg, ez egy éppen pár órával ezelőtti hír, hogy úgy tűnik, hogy az izraeli miniszterelnök Magyarországra látogat, izraeli külügyminiszter, külügyminiszter. Majdnem, igen. Külügyminiszter, jön a miniszterelnök úr is, igen. Talán jön a miniszterelnök úr is, a külügyminiszter Magyarországra látogat, ami én azt gondolom, hogy rendkívül fontos Izrael szempontjából is, és Magyarország szempontjából is. Ugye eddig még nem történt az új, a Bennett kormány alatt egy ilyen látogatásra nem került sor. Jair Lapid magyar származású egyébként, az izraeli külügyminiszter édesapja Budapesten született, magyarországi emberekről van szó, tehát egy rendkívül fontos és nagyon szimbolikus látogatás lesz ez. Azt lehet tudni, kivel találkozik, hogy Orbán Viktor... Igen? Talán a miniszterelnökkel is fog találkozni, ezt nem tudom, Szijjártó külügyminiszter, külgazdasági és külügyminiszterrel biztosan fog találkozni, tehát ez mindenképpen örömteli. Igen, ez jó hír. A magyarországi zsidóknak, a Magyarországnak, Izraelnek, ez azt gondolom, hogy nagyon fontos. Uh-huh. És akkor kormányválságról nem nagyon beszélhetünk, ugye jelenleg, annak ellenére, hogy nemrég elveszítette a parlamenti többségét ez az egészen furcsa, hatalmas kormánykoalíció. Hát igen, ez a sokszínű koalíció, uh-huh. ugye ez a 8 pártból álló sokszínű koalíció, ez valóban elveszítette a kormány többségét, tehát én nem akarom a hallgatókat untatni, és önt sem. Az izraeli politikában, ugye amiatt, főként amiatt, hogy a parlamentbe jutási küszöb az nagyon alacsony, nagyon sok kis párt van, és valójában a legdominánsabb pártok sem tudnak, nem tudom, óriási nagy részesedést szerezni a parlamentben, mandátum tekintetében. Tehát van egy nagyon sokszínű kormánykoalíció, akinek egy-két fős többsége volt a Knessetben, az izraeli törvényhozásban, és hát dezertáló képviselők, vagy olyan képviselők, akik lemondtak, vagy kiszálltak a koalícióból, miatt padhelyzetben van az izraeli parlament. Uh-huh. Ugye ennek mi ennek a jelentősége? Ennek a jelentősége jelenleg az, hogy az izraeli kormány igazán fontos sarkalatos törvényeket nem tud elfogadni. A legközelebbi sarkalatos törvény az év végén lesz, és jövő év elején vagy határidővel az a büdzsé, a 2023-as büdzsének az elfogadása lesz, ahol már ez nagyon élesen meg fog mutatni,
vitatkozni, hogyha nem sikerül a büdzsét megszavazni. És hát ne felejtsük el, hogy, hogy a Likud, a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt, és egyébként a legnagyobb párt Izraelben, csak aki nem volt képes kormánykoalíciót alakítani, hát ő folyamatosan azon dolgozik, hogy, hogy az egyébként nagyon színes és ideológiailag teljesen távol álló koalíciós pártok közül képviselőket elcsábítson. Ígérve nekik, nem tudom milyen tárcákat majd egy következő kormányban, meg ki tudja miket ígérnek. Tehát én azt gondolom, hogy, hát úgy tűnik, hogy heteken belül, ha még egy-két kiugró képviselő lesz, akkor megint választásokat fognak írni Izraelben. Akkor megint előrehozott választásokat fognak írni Izraelben. Ez persze azt jelenti, vagy ez persze nem azt jelenti, hogy a Bennett-Lapid kormány nem dolgozik ugyanolyan erővel azon, hogy megtartsa ezeket a képviselőket, akik esetleg ugye a Yamina, tehát pont Bennett pártjából ugrott ki legutoljára egy képviselő hölgy, meg egy úr is, akik ugye egy vallásos cionista párt elvileg, akik most ugye a kormánykoalícióban összeálltak egy arab párttal, meg baloldali párttal is. Tehát, hogy ideológiailag semmiképpen nem stimmel a dolog, és hát a képviselők azoknak, ugye itt még egyszer, itt zsarolási helyzetek vannak. A képviselő azt mondja, hogy jó, benn maradok, de akkor kérem ezt és ezt és ezt. És itt nem csak pozícióról van szó, hanem politikai döntésekről van szó. Kérem ezt és ezt és ezt, a koalíció másik pártja pedig azt mondja, hogy ezt meg én nem vagyok hajlandó elfogadni. Ennyi érdeket, hát képtelenség hát összeegyeztetni valószínűleg. Igen. Ennyi pont között nehéz egyenest húzni. Ez igen. Biztos, még akkor azt árulj el, hogy a turisztikai helyzet milyen most Izraelben, ha erről vannak információi, mennyire tértek vissza turisták. A turizmus megindult, az ország fellélegzett, nyitva van, most már a legutolsó intézkedésként a beltéri maszkviselést is eltörölték néhány héttel ezelőtt. Turisták jönnek vissza, de azért van egy jelentős visszaesés. Azt is kell tudni, hogy Izraelben a turizmus, GDP-ben betöltött aránya jelentősen magasabb, mint Magyarországon. Azt a Magyarországon talán 5% körül van, Izraelben inkább a 20 körül van. Ugye éttermek, vendéglátás, stb. Szépen lassan jön vissza, de hát még közel sem áll azon a szinten, de jó magam is jövő hónapban megyek. Voltam is, amióta megnyílt az ország, úgyhogy mindenkit arra bátorítok. Van sok járat, Wizz Air, Ryanair, nem akarok reklámot csinálni senkinek ellen. Lehet menni, beindultak a járatok, igen. Hát nagyon szépen köszönjük ezeket az információkat, és hogy a rendelkezésünkre állt. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Örömmel, legjobbakat, jó egészséget, minden jót kívánok mindenkinek.